Érdekfeszítő előadásra került sor Traumáinkon innen és túl címmel Szekszárdon. Szekszárdi léleképítőnek a vezetője, motorja, szervezője, és 23 és fél éve működik most már Szekszárdon ez a sokak által kedvelt léleképítő, és pont a mai alkalomon Skrapski Fruzsina lesz, aki leánya Kopp Máriának, dr. Kopp Máriának, aki a legeslegelső előadója volt 2000-ben, 23 és fél évvel a léleképítőnek. Az előadás témájául szolgáló dokumentumfilm 2020-ban készült, és olyan emberek történetét mutatja meg, akik árvaházban vagy nevelőszülőknél nőttek fel, nagyon nehéz körülmények között, ám mégis túl tudták tenni magukat gyerekkori traumáikon, és képesek voltak kiegyensúlyozott, boldog felnőtté válni. Az előadásban így ötvözöm, mert dokumentumfilmes is vagyok, és a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője, és azt gondolom, hogy a traumáinkra vezethető vissza az is, hogy nem születnek meg a kíván gyerekek, mert félnek a fiatalok a gyerekvállalástól, mert rossz szülői mintáik vannak, és ugyanígy az egész társadalomnak vannak traumái, a kommunizmus, hogy megerőszakolták a nőket, a szovjet hadsereg, 2006, tehát ilyen témákban készítettem filmet, és hogy ezek a traumákat fel kell dolgozzuk ahhoz, hogy egy egészséges társadalom legyünk. A mozgalom egy magyarországi civil szervezet, mely célja a családalapítás, a gyermekvállalás társadalmi elfogadottságának formálása. Sok példaember van, akinek nagyon nehéz gyerekkora volt, vagy szörnyű dolgok történtek vele, vagy gulágrab volt, és aztán mégis ezt nagyon ügyesen feldolgozta, és róluk kell példát venni. Egy pozitív hozzáállás, mindig a jót megtalálni, minden lehetőséget megragadni. A Három Királyfi, Három Királylány alapítói, Kopp Mária és férje, Skrapski Árpád egész életüket és munkásságukat a család témája köré építették fel. Számukra elválaszthatatlan volt egymástól a kettő, és pontosan a család fontosságának fáradhatatlan hangsúlyozása volt az, ami összekapcsolta a hivatásukat a magánéletükkel. Én megörököltem a szüleimtől ezt a mozgalmat, ők hatalmas kutatók voltak, a magyar lelkiállapotot kutatták, anyukám orvos, pszichológus, apukám mérnök, szociológus, én meg csak egy kommunikáció szakos újságíró, és viszont amikor meghalt édesanyám, édesapám után, akkor úgy gondoltam, hogy nem akarom, hogy meghaljon az is, amit ők elkezdtek, úgyhogy ez, nekem ez az örökségem, van, aki pénzt örököl, én egy mozgalmat örököltem. Az alapítvány mottója: célunk, hogy megszülessenek a tervezett, kíván gyerekek, a kezdetektől fogva kíséri tevékenységüket. Magyar lehetőség, hogy a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Ez nem mindenhol van így, például Németországban körülbelül ugyanannyi születik, de Magyarországon van egy ilyen hatalmas lehetőség. A mi legutolsó kutatásunk, azért néha kutatásokat is végzünk, de elég ritkán, 2017-ben volt egy család és karrier kutatásunk egyetemeken, és az akkor megkérdezett, mondom, egyetemista fiatalok, 2,5 gyereket szerettek volna, szóval ez egy nagyon magas arány, 2-3 gyereket, és ami ennél is szebb, hogy 90%-uk házasságban akar élni, mondták ezt 2017-ben a fiatalok. Tehát bárhogy is néznek ki, én is úgy néztem ki, de mégis a szemlélete, a magyar fiatalok szemlélete, az ennyire családbarát, ennyire értékrendben közös, házasságpárti, gyerekpárti. Tehát kimondhatjuk, hogy igazából a magyar fiatalok szeretnék ezeket a gyerekeket. És azért nagyon nehéz ebből a témával foglalkozni, mert nem szabad őket megbántani. Tehát az, hogy mondjuk nem találnak párt, ugye erre az anyukám használta a kényszer szingli kifejezést, szeretne mindenki. Tehát nem azért nem talál szegény párt, mert ő akkora karrierista, és igazából ő Londonba akar mosogatni, hanem azért nem talál párt, mert nagyon komoly, és akkor visszatérve a címre, Traumáinkon innen és túl, nagyon komoly traumái vannak a fiataloknak. Nagyon sok a válás, nagyon sok a rossz családi minta, nagyon félnek a szülői szereptől. És ami nagyon érdekes, hogy ugyanebben a kutatásban megkérdeztük, hogy
hogyha szeretnének ennyi gyereket, meg szeretnének házasodni, akkor mégis miért nem? És elsőként azt mondták, hogy azért, mert nem találnak párt. Másodikként azt mondták, hogy félnek a szülői szereptől, és csak a harmadik volt az anyagi és a karrier félelmeik. Tehát nem azért nem házasodnak, mert még nincs annyi lakásuk, mert mindig mondjuk nekik, hogy de hát a nagymamáik egy szobakonyhában megszülték a 8 gyereket. Nem ez az elsődleges ok. A nagyon, nagyon nagy félelem az elsődleges ok, és azért, és ezek a traumáink, és azért traumáink innen is túl, mert ezeket a traumákat kéne valami országos terápiával kigyúrni a fiatalokból, hogy ezek a félelmeik, ezek a nagyon erős félelmeik, nagyon komoly kötődési problémáik, nagyon komoly szorongásaik, kapcsolati készségek hiánya, tudáshiány, mintahiány, ezeket valahogy felülírjuk. A szervezet számos területen és formában végez szemléletformálást a gyermekvállalás, a családalapítás elfogadottságának növelése érdekében, illetve szervez kimondottan olyan fiataloknak szóló programokat, ahol lehetőség nyílik a társkereső és párkapcsolatépítő programok és kurzusokon keresztül ismerkedni. Hitet kell visszaadni a fiataloknak.